Újfehértó szabolcs már Bereg megye negyedik legnagyobb települése a 229 ből Csak a megyeszékhely, Máté Szalka és kisvárda előzi meg a népesség szempontjából. Az idei önkormányzati választáson döntöttek az állampolgárok. Október 13-án leváltották a település korábbi független vezetőjét, és a Fidesz KDMP jelöltjét támogatták. Hosszú József kapta a szavazatok több mint 56 át így kormánypárti polgármester lett a településnek. Az új polgármester változásokat és új programokat ígért, néhányat már meg is valósított ezek közül. Ilyen volt például a Városbál, a Városi Mikulás Program és az Adventi Forgatag, ezek korábban nem voltak a településen. Olyan kezdeményezésekbe csatlakoztunk, például dobozni szeretett akció, amely korábban nem volt a városban, illetve nagyon sokan ügyes bajos dolgaikkal, amelyeket az elmúlt 20-30 évben nem tudtak megoldani, abban bíztak, hogy majd most sikerül megoldanunk. Bízunk is benne, hogy nagyon sok ilyen ügyet véghez tudunk vinni és meg tudunk valósítani, illetve ugye rengeteg kapcsolatfelvétel, hisz azért új fejetón egy elég hosszú időszak zárult le október 13-án, és a meglévő kapcsolatokat újra fel kell frissíteni, illetve új emberekkel kellett megismerkednünk. Az önkormányzat által szervezett városi bálon egy jótékony célra gyűjtöttek, egy új ultrahang készüléket vásárolnak majd a befolyt összegből. A bálon 2,5 és fél millió forintot gyűjtöttek, de még érkeznek a felajánlások, illetve az önkormányzat is kiegészíti majd ezt az összeget. Dr. Bélteki Béla házi orvos azt nyilatkozta, a megvásárolni kívánt eszköz nagyjából 5 és 10 millió forint között mozog. Az ultrahangvizsgáló és szűrő eljárásként is használható, felnőtt és gyermek praxisban egyaránt, tette hozzá az orvos. Hosszú József elmondta, nagyon alacsony az aszfaltos utak aránya Újfehértún, de kevés a járda és a kerékpárút is. Ezen szintén javítani szeretne a jövőben és keresik a pályázati forrásokat. Munkahelyteremtő beruházásokat kell hoznunk a városba, hisz a választás óta eltérő is nagyon sokan kerestek, hogy mikor jönnek már ezek a munkahelyek, hisz unják már az ingázást, unják már azt, hogy naponta több órát kell utazniuk azért, hogy munkába jussanak az emberek, tehát ez is egy nagyon fontos feladatunk. Ipari park kialakításán vagyunk, hisz új sajnos a megyében egyedül szerintem nincs ipari parkja. Most fogjuk a ehhez szükséges területeket megvásárolni, és utána pályázati forrásból kialakítani az ipari parkot, ezt mindenképpen 2020 év végére meg kell. Valósítani. Az új polgármester másik ígérete a városi strand, ami véleménye szerint a helyiek igénye is. Egy másik fontos terv még a temető felújítása. Erre közel 10 millió forintot szeretne majd fordítani az önkormányzat annak érdekében, hogy közvilágítás működjön és járdát építsenek.